Ha belegondolunk, hogy egy 10 milliós országból nagyjából a lakosság 10%-a valamilyen Én szinten, vagy bocsat 1% fölötti az az a mennyiség, aki horgászik, az brutális. Igen, múlt évben lehetett rengeteg cikket olvasni arról, hogy gyakorlatilag az, az erdei állatok szomjaznak. Tehát, hogy, hogy ekkora szárazság van az erdőkben is, és szomjan halnak. De ezt lehet a halvilágra is mondani, hogy a múlt év is egy ekkora ő sok volt az állatvilág számára. A homokhátság problematika ez nagyon összetett. Milyen inváziós fajok vannak, ezek milyen veszélyt jelentenek, és mondjuk mit tehetünk ellenük. Köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit, illetve a podcast nézőit. Ez a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsora. Itt van mellettem Novák Zsombor, a Grindex újságírója, én pedig Puskás Dalos Peti vagyok. Laikus, laikus, de nagyon nyitott a környezetvédelemre, és hát ma is van egy vendégünk, egy szakértőnk, Vejpert András, a Mate tudományos főmunkatársa, és hát a mai témánk egy olyan téma, amikor gondolkodtam, hogy hogyan készüljek fel, hogy azért a víz a, a, az valahogy hozzátartozik a mi identitásunkhoz. Hogy szóval büszkék vagyunk a folyóinkra, büszkék vagyunk a, a tavainkra, a halászatra, a horgászatra, ez szerintem ez egy ilyen, ilyen nemzeti hobbi, ezzel szemben egy csomó hírt lehet mostanában olvasni erről, szerintem viták is alakulnak, és egy nagyon forró téma lett, csak arra gondolok, hogy a, a Velencei tó, a beépítések, a halálományunk, a, a, a folyó mérgezések, amiket sajnos olvashattunk az elmúlt időszakban. De hát akkor köszöntelek téged itt, András, és hát ö, remélem azért jól látom ezt, hogy azért büszkék vagyunk rá, és azért megpróbáljuk megóvni a, a vizeinket, és hát itt van a társaság, a Magyar haltani Társaság, aki gondolom én ezért jött létre. Vagy ebben tévedek? Szép napot kívánok először is mindenkinek. A kérdés az nagyon-nagyon érdekes, hogy miért jött létre a Haltani társaság. Alapvetően, amikor megalakult, akkor az elsőleges célja az volt, hogy összefogja azokat a kutatókat, egyetemi oktatókat, természeti szakértőket, tehát nemzeti parkok, különböző civil szervezetek szakértőit, akik konkrétan a magyarországi halfonának a kutatással foglalkoznak. Teljesen mindegy, ez egy mondjuk anatómus professzor, aki szaporítás biológiával foglalkozik, mondjuk pontot próbálja meg minél hatékonyabban szaporítani túlgazdasági körülmények között, vagy olyan szakértőket, aki kifejezetten mondjuk a védett, fokozottan védett fajoknak az állományait vizsgálja mondjuk több évtizede, őket próbálta egy kalapba gyűjteni, és a különböző rendezvényeken is ezeket a kollégákat próbálja meg elsősorban megszólítani, de vannak törekvések, hogy más csoportokat is például a konferenciákon bemutatunk halasz szempontból. Tehát de. például milyen hatása van egy inváziós fajnak a legyen az, amik egy tízláburák, egy teknős, vagy mondjuk a kormoránnak a hazaja falunára. Tehát egy kicsit kiléptünk úgymond a halak spektrumából, és sokkal-sokkal több olyan prezét látunk ma már, ami egy kicsit tágabb Értelemben értelmezi a halat. Tehát a tudás megosztásról van szó végül is, hogy összefogja a tudást, a szakembereket, és aztán megosztja, és mégis edukálja, és vagy kijelöli a jövőjét a vizeknek, vagy hogy merre kéne tartani. Pontosan ezt nagyon jól meglátod, hogy, hogy össze kell fogni, és valóban egy csapás irány kell adni hogy minden ágazatnak, aki vízzel foglalkozik, hogy mi az, ami nekünk ahhoz kell, hogy itt megfelelő halfonal legyen a kárpát medencében És akkor ez gyakorlatban hogy néz ki? Tehát, hogy mit mi, mi csinál egy társaság egy évben? Tehát néha összejöttök, beszélgettek, kiadtok kiadványokat, vagy vannak események? nagyon jól összefoglaltad. Oké, okay, ez, 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 ez még még a most. A így van, egyébként pontosan így van, hogy most jött meg a hét elején, hogy mikor lesz a hatani konferencia, tehát minden évben van egy konferencia felváltva Debrecenben Tiszafüreden, a páratlan években Tiszafüredben van, tehát idén Tiszafüredben márciusban van lesz egy konferenciánk, a páros években Debrecenben van, és alapvetően ez a fő rendezvény, de ugye ott van a Magyar Halaknapja, ott van az évhala szavazás, amire ráhozunk úgymond egy brandet, tehát abban az évben az adott halfaj kiemelt figyelmet fordítunk. A kiadványoknak a logója ez a halfaj lesz, és innentől kezdve próbáljuk népszerűsíteni nem csak magát az adott halfajt, hanem az adott fajjal kapcsolatos természetvédelmi, környezetvédelmi problémákat, kezeléseket, stb. De akkor jól látom, hogy azért az elmúlt évben azért fókuszba kerültek a, a, vizeink és akár a halaink is, hiszen beszélünk a klímaváltozásról, az asszályról, hogy, és rengeteg cikk jelenik meg ezzel kapcsolatban. Hogy most be kell építeni a tavakat, nem kell beépíteni. Jó, látom ezt, hogy azért van egyfajta nagyon. Ö, nagy érdeklődés a vizeink és aggodalmi vizeink iránt? Ö, ezt nagyon-nagyon jól látod. De méghozzá azért látod nagyon jó, mert nem ö, elsősorban a halak szempontjából látjuk ezt. Oké, van Magyarországon nagyjából 8000 regisztrált horgász, ami brutális szám. Mennyi Magyarországon? 800 ezer környékén. 800 ezer? Regisztrált halászoknak. Tehát aki horgászkártya, hogy ebből mennyien mennek horgászni, szinte nem nagyon látjuk. Jönnek be a statisztikai adatok évről évre a Magyarországos Horgászövetségre, de ha belegondolunk, hogy egy 10 milliós országból nagyjából, nagyjából a lakosság, 10%-a valamilyen szinten. Ingen, Percál, vagy bocsát, 1% fölötti az, az a mennyiség, aki horgászik, az brutális. Ö, ami előtérbe kerül a vizek kapcsán nagyon sokszor, nem csak a felszíni vizek, de a felszín alatti vizek problematikája is szóba kerül, mert egyre több kutatás bizonyítja, hogy amit a felszín alatti vizekben szennyezésként kiút a felszínvizekben, akkor nem azt jelenti, hogy valaki közvetlenül, mint például pár év az RSD-be belevezettünk olajat, és akkor ott lett egy nagyon nagy lokális ö, probléma, hanem azt látjuk, hogy több tíz kilométerrel valami kódba bekerül valami az évek vagy évtizedek alatt utána olyan hatást fejt ki az ökológiai rendszerekre, ami már gazdaság és egészségügyi problémákat vet föl. Itt nem akarok például a Gödi Samsung gyárnak a, a vízszennyezése, vagy például most a Debreceni akkumulgyártal fejlesztése kapcsán merültek fel olyan vízgazdálkodási kérdések, ami jóval túl megy a halakon túl, de a halak mint a vízi ökoszisztémáknak a csúcsa, ott ez exkalálódik. Tehát ott látjuk, hogy össze tud domlani pár év alatt egy olyan egészségesnek vélt ökológiai rendszer, aminekben a az csomó védett vagy fokozottan védett halfaj egyik a másikra megszűnik, eltűnik. De, De talán a felszínalatti alatti vizek azok egyre inkább az előtérbe kerülnek, hiszen ha jól emlékszem, a tavalyi, a 2022-es év a felszín alatti vizek éve volt, ugye? Hát De. ez nagyon aktuális, mert hogyha belegondolunk, hogy akár a nagyüzemi mezőgazdasága, vagy a vizek folyamatos elevezetésével. Hát láttunk olyan ö, egyetemi professzor által bemutatott talajvizsgálatokat, hogy másik két méter mélységben porszáraz az a réti csernozium, amiben mondjuk ö, olyan növényeket kéne nem amivel mondjuk a magyar lakosságot lehet élelemmel ellátni. Másik hát. méteres szervénről beszélünk. Tehát annak a visszapótlása az nem egy vagy két Esős időszak után kell bekövetkezzen. Hát meg ott van talán a homokhátság, ami ennek a legélesebb példája Magyarországon, ahol meg talán még sokkal nagyobb ez a mélység, ameddig teljesen száraz a A homokhátság ez nagyon összetett, mm. és pont például a lápipocet esetén, mint az évhal, ez nagyon kifejezett, mert ott van három-négy olyan állománya, ami a Magyarország elmennek a döntő részét adja, Kiskunság, Ócsa, Tóriánvidék, a, a az azért nagyon-nagyon érdekes, mert ez kifejezetten jól demonstrálja, hogy a vízügyi túlgondolkodás és a túl szabályozás oda, oda vezet, hogy csak azzal, hogy kanalizáljuk a folyókat, mélyül a medrük, ennek következő talajvízkészleteket megszívják, és igen, lehet érzékeni, hogy, hogy 7-8-10 méteres szint különbségek vannak ma már talajvíz tehát amiket mondjuk 10-20 éve használtak kutak, akár átokítatására vagy mezőgazdasági vízkét, azok porszárazak ma már. Hát úgy hallom, hogy lesz miről beszélgetnünk a következő szegmensekben is, de most elmegyünk egy rövid szünetre, de aztán folytatjuk a beszélgetést. Maradjatok itt velünk a Petőfi Rádion, illetve tartsatok továbbra is velünk a podcastben. Mindjárt jövünk vissza. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, visszatértünk, ez itt a holnap után a grindex.hu fenntarthatósági magazinja itt a Petőfi Rádión, és itt a szünet előtt már elhangzott az évhala, ami ugye a Magyar Haltani Társaságnak egy évről évre megrendezett programja, és talán, ha jól mondom, akkor igazából a laikusok közé, a laikusok felé, vagy a, a lakosság felé ez a haltani társágnak az a, a kirakata, ahol leginkább tudunk kapcsolódni, vagy a, ahol a legjobban eléritek az embereket. És ugye idén az évhala a lápi póc lett, amiről az előbb már egy pár szót ejtettünk, ez egy nagyon-nagyon érdekes hal, és tudnál nekünk esetleg mesélni róla, mert amit én olvastam róla, az egészen elképesztő. Én azt tudom mondani, hogy a póc, és nagyon örülök, hogy ez lett az év hala, 50 fölötti szavazat aránya, egyébként az hozzá kell tenni, hogy kicsivel több mint 6 ezer szavazat érkezett így a, a, az idei, vagy most a tavalyi voksoláson az idei év halára. Azért nagyon érdekes, mert nagyon jól lefesti a hazai vízgazdálkodásnak a teljes katasztrófáját. Ugyanis azt hozzá kell tenni, hogy a, a póc az a, úgy, úgy abból a szempontból nagyon érdekes, hogy a világállománya az 95%-ban Magyarországon található meg, viszont az állomány csökkenés az utóbbi évtizedekben az elképesztően drasztikus volt. Onnan fejlődünk ki egyébként, hogy a 40-es, 50-es években ez az állattal még disznókat etettek. Igen, ezt. És azt nem, hogy, hogy lapátolták Igen, disznócska halnak hívták emiatt. Ilyen ez mennyiségben mennyis... volt? Bő bődültes mennyiségben volt, és ma már ugye fokozott a védett faj. Az IUCN-nek, tehát a Nemzetközi Vörös Listának is moson a felterjesztése, hogy a az abszolút a veszteszett kategóriába kerüljön, mert Magyarországon két veszteszett tényező van. Egyik a víz szennyezés és túlzott vízhasználat. használat. Láttuk a tavalyi évben, 2022-ben, hogy az összes halfölgyi csatorna szinte porrá volt száradva. A másik nagyon nagy probléma pedig egy inváziós halfaj, az amorgébnek a terjedése, ami Ukrajnán keresztül Szlovákián át hódította meg azt a Tisza mellékét, és sajnos halszállítmányok alá került a Dunántúra kisbarton térségébe, és a legnagyobb, legjobb pótszállományokat pár év alatt le, egyszer legyilkolta. Ugyanaz az élőhelye, sokkal nagyobbra megnő, sokkal agresszívabb, többször szaporodik még a póc egyszer egy évben, és konkrétan olyan hatásai vannak, hogy nem csak a pócot tudja teljesen úgymond az állományát felszámolni az adott élően de látjuk, hogy két éltőeket, szitakötőket, tehát olyan szinten átalakítja a víznek a faunáját, hogy utána már egy ilyen, hát van egy élőhelyed, amiben tényleg, mint a néma tavasz. Sebéka, béka, se hal, se a kötő, és tehát nagyon-nagyon nagy problémákat tudunk bemutatni a pócnak az ökológiájával kapcsolatban, hogy ezt a fajt, ezt az 20, egyik kollégám mondta, hogy 23. óra 59. percnek az utolsó másodpercében vagyunk benne, hogy ezt meg tudjuk védeni, ezt a fajt egyáltalán. És egyáltalán meg tudjuk védeni, mert hát akkor ez egy invazív faj, ugye ez az amurgéb, ahogy említetted, hogy hogy tulajdonképpen akkor azt kéne nagy ütemben írtani, ezt a másik fajt. Nagyon jól megfogalmaztad. Most adott be az egyetemünk és a, a Tianyi Limnológiai kutatóintézetek közös egy live pályázatot, aminek pontosan az a, a célja a latin nevéből, hogy Umbra life reméljük, hogy nyer ez a projekt, és konkrétan arra vannak módszerek, már az egyetemünknél is tartunk pócokat, különböző genetikai vonalakat, tehát a Tisza melléke, Dunatisza köze, Fertőhanság régiójában vannak póc anyaállományok, amelyeket leszaporítanak évről évre a kollégák, hallgatókkal együtt, és különböző génrezervuárokba, kisebb tavakba kihelyezik ezeket az egyedeket, és próbálják az állományokat megőrizni. Na most ez tényleg a 24. órának a, az első percei ha így nézzük. És a másik nagyon nagyon érdekesség, hogy tényleg hogy lehet egy nagyon kemény, hatékony, szeletív amúrgépgyírítő metodikát kifejleszteni. Hozzá tartozik ez a faj, ez 1912-ben orosz akvalisták hozták, Szentpétervár mellett kihelyeztek pár egyedet, és most ott tartunk, hogy az Odera mellékén Németországban okoz problémát. A nagyon-nagyon érdekes ebben az egészben, mondom én ezt ökológusként, hogy nem telepíti senki a saját uszonyával, az megváltozott folyó dinamikákkal árhullámokat terjed szét Európában. Most tegnap kaptam egy bejegyzést egyébként cseh kollégáktól, hogy jöttek hozzánk amurgébet vizsgálni pár éve a kis Balatonra, tovább gyűjtöttünk nekik nagyon sokat, vitték el genetikai vizsgálatot, táplékvizsgálatot mindenhova, és most küldték, hogy náluk sajnos megjelent az elba adott vízgyűjtőjén, úgyhogy senki nem számított rá, hogy ott van. És megjelent. Elképesztő a természet, bocsánat, nem lehet megerőszakolni. Ez a Jurassic Parkban ugye egy nagyon jó, hogy a természet mindig utat tör magának, bármit próbálunk tenni kémcsőben, vagy pedig egy ketrecben, de elő vagy utóbb ez kiút, és akkor nagyon nagy problémákat tud okozni. Egyébként csak hozzátesz, hogy a Covid is egy ugyanilyen effektnek az eredménye. Jó, hát beszéltünk már egy problémáról, de gondolom azért van még miről beszélnünk, és, és arról, hogy milyen helyzetben vagyunk most Magyarországon ezzel kapcsolatban, és mit kell tennünk. Úgyhogy most megint elmenjünk egy rövid szünetre, de aztán folytatjuk a beszélgetést, úgyhogy tartsatok velünk. Köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit, folytatjuk a beszélgetés Vejpert Andrással, a Mate kutatójával. Beszélgettünk ugye az invazív fajokról, hogy, hogy egy, egy, egy fontos tematika a ti életetekben, meg úgy általában azt gondolom a 800 ezer horgásznak az életében is, és még van egy nagyon fontos dolog. mégiscsak egy fenntartatósági műsor vagyunk, és mindig erről kerül, és hát gondolom, ti is rengeteg mindent tapasztaltok, a klímaváltozás, hogy ez hogy érinti a vizeinket, a halainkat, és ti mit láttok, a kutatások mit mutatnak, és, és, és mer merre tart a jövő? Uh... Nem akarok meg én nagyon borús képeket festeni. Ö, alapvetően ez a klímaváltozást úgy kell kezelni, hogy a, ha valaki megmondja nekem, hogy a Földön, vagy itt a Karbekben egyszerűen mikor volt így nagyjából változatlan a klíma, akkor kaptam egy Nobel-díjat. A klíma mindig változik. De a különböző tendenciák azok, amik drasztikusak. Tehát például tök jó, hogy a lámpi posztról beszélünk mint az évhaláról, tehát ez a csapadék ingadozás. Tehát a tavalyi év az megmutatta azt, hogy a természet tényleg tud egy olyan környezetet létrehozni, hogy mindenki szenved benne szó szerint. Tehát az emberek azért, mert nyáron egy csepp eső nem jön, és a kocsik olyan polosak a fővárosban, hogy az hihetetlen. Majd utána jön januárban egy olyan zúj, amikor egyszer csak egy a félig meddig fagyott talajra, lejön egy hónapi vagy más hónapi csapadék két nap alatt. Tehát ezek a tendenciák azokon elgondolkodtatóak, és tényleg például nagyon jó a... Én az Európai Uniónak azt a kezdeményezését nagyon támogattam, hogy klímaadaptáció. Tehát nagyon-nagyon sok ágazatnak meg kell kezdeni a konzultációt ahhoz, hogy például ezeket a nagymérségű vizeket, amik tényleg most januárban megjelentek, azokat mondjuk a lápipósznak az élőhelyén, azokat meg kell tartani, nem levezetni, meg kell tartani mit hozhatnak be ezek a vizek esetlegesen, tehát az, amikor nagyon nagy mennyiségű víz megjelenik, akkor milyen szennyezőket hozhatnak. Ezeket hogyan kell kezelni? A mezőgazdaságnak, hogy akkor rendben az öntés területekre, akkor biztosan nekem kukoricát, búzát kell vetni, ami mondjuk erre érzékeny, vagy olyan haszonövényeket, vagy föl kell hagyni és legeltetni kell, amit régebben is egyébként alkalmazott a, a, a mezőgazdaság. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes ez a klímaváltozás, hogy eh, részben már nagyon sok eh, szakpolitikus mondja, hogy kezdjenek meg már tényleg a szakmai párbeszédet egyes személyek, a különböző ilyen évhala, évfája, évrovara, évnövénye, évgombája mindig ezekre kezdek ki a hangsúlyt, hogy akár mondjuk egy erdőgazdálkodó egyszerűen mondjuk az évgombáját, évfáját, hogy tudja megvédeni egy területen, vagy az évhala kapcsán. A Lápipóc megőrzés az kifejezetten minimum három szakágnak a maximális kooperációja a mezőgazdaság, aki a vizeket használja, csatorna rendszereket tart fent, amivel öntőz vagy bevizet vezet el, a vízügyi ágazat, aki kormányozza a vizet és fenntartja a vízügyi infrastruktúrát, és a természetvédelem, aki kijelöli azt, hogy vannak olyan fajok, amelyeknek a megőrzése bizonyos gazdasági érdekeket kutya kötelessége felülírni. Tehát ezeknek a kooperációja az, ami egyedül ezzel a klímaváltozásos nagy bumra, amit tényleg így ránk rúg az ajtót az utóbbi, mondjuk az, hogy másfél évtizedben hatékony választ tud adni. Igen, múlt évben lehetett rengeteg cikket olvasni arról, hogy gyakorlatilag az, az erdei állatok szomjaznak. Tehát, hogy, hogy ekkora szárazság van az erdőkben is, és szomjan halnak. De ezt lehet a halvilágra is mondani, hogy a múlt év is egy ekkora sok volt az állatvilág számára, a vízi élőlények számára. A vízi élőlények számára egy elképesztően drasztikus év volt. Tehát vannak, oké, okay, Velencei tó, Ráckevés, a Duna, Duna Tiszakezi, homok, hátságok. Tehát mondjuk azt, hogy van a, természetben egy olyan folyamat, amit úgy hívunk, hogy define, hogy reziliencia, hogyha van egy sok hatás, akkor mennyi idő kell neki az, hogy helyre álljon. Rendben, de ez a nagyon-nagyon sok-sok-sok hatása méri, hogy jön a nagy árvíz, aztán elvezetjük, aztán kiszárítjuk, aztán jön megint egy ilyen drasztikus, mondjuk téli csapadék, amiben viszont befullad minden ez egy olyan sorozatot indít el, hogy azok az élő komplex ökológiai rendszerek, folyamatok, azok nem tudnak helyreállni. Tehát egy ilyen folyamatos kaszkádrendszerben vagyunk benne, hogy elindultunk valahonnan, és nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredménye. Az tény, hogy a halfón az elképesztő módon megsinni bármilyen szinten a víznek az ilyen szintű elvesztését, mint ami tavaly 2022-ben bekövetkezett. Tehát akkor mégis arról beszélünk, hogy, hogy nem csak a gazdaságnak és a környezetvédelemnek kell most nagyon összeállnia, hanem gyakorlatilag az élővilágonak és nekünk embereknek és a mi tudásunknak is, hogy tudjunk adaptálódni -e ez a nagyon gyorsan változó folyamathoz. Abszolút így van, és ami nagyon-nagyon érdekesebben például, hogy nagyon sokat beszélünk mondjuk itt a víz, vízi élő ökoszisztémák kapcsán, mondjuk a, a vizeknek a problematikája, hogy mennyi csapadék jön, szárazulunk, stb. De például volt egy ilyen tavaly, meg tavaly előtt, hogy bejöttek nagyon kemény minuszok, emlékeztek március igen, igen. Akkor például több szakma ki el, ezt, hogy nem ez gyümölcs idén Magyarországon, mert minden lefagy. Na például ebben kevesen gondolnak bele, hogy ez olyan szinten megborítja a halaknak a szaporodását, mert hogy az ívás időszakokban, amikor ott kéne lenni mondjuk egy 15-6 fokos víznek, hirtelen bejön egy ilyen tartós hideg, és visszaesik, mert ez oda vezet, hogy mondjuk egész évben a teljes szaporulat az adott fajnak az elveszik. Ez a lápipoc teljes, az az adott év az le tud nullázolni, sőt, a lápipoc esetén megfigyelték kollégák, hogy az plusz egy olyan probléma, hogyha ezt az ikra tömeget mondjuk egy nőstény egyed nem tudja leadni, akkor az a bomló fehérje mennyiség, ha nem tud felszívódni, az egy belső infekcióban elpusztítja az anya egyedet és ez nem csak a lámpi bossz, nem több pontfélén is megfigyelték, domajkóknál is, hogy egyszerűen, amikor gondoljunk bele, hogy az állat ívás során, tehát szaporodási időszakban a testtömegének jelentős százaléka, tehát nem 1-2 százalékot, hanem 15-20 százalék testtömegvesztésen megy túl, mert leadja az ikrát, a tejterméket, hogy a hémas permiumot, a nőstény, az, a, petesejteket külít a vízben, akkor ez egy öntisztulási folyamat, és de hogy ez bekövetkezik egy ilyen klimatikus sok, hogy hirtelen jön egy baromira elhúzódó hideg periódus tavasszal, az a halaknál is elképesztő folyamatokat, élettani folyamatokat tud elindézni, és ezután pedig így csak észreveszik a horgászok, hogy Eltűnik egy generáció, vagy több generáció, és a haltermelők azt hiszik kész, hogy hogyhogy -hogy eltűnt ennyi halatóból már, mert kaptak egy olyan sok hatást, amit még a halász, meg a horgász ember, aki napi szinten kint van a vizen, sem tud értelmezni. Tehát ez 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 nagyon kemény, hogy ebbe mennyi mindent bele kell vinni, hogy értsük meg egy ökológiai rendszernek mondjuk úgymond a részleges vagy teljes összeomlását. Egészen döbbenetes, amiről most mesélsz. Ezek szerint van bőven feladat, ami megoldása vár. Most megint elmegyünk egy rövid szünetet, de akkor beszéljünk erről, hogy te hogy látod a jövőt, és mit kell tennünk azért, hogy megoldódjon. Sziasztok, folytatjuk a holnap után a grindex.hu fenntartósági műsorát itt a Petőfi Rádióban és a YouTube-on. És a mai vendégünk Weipert András, a Mate tudományos főmunkatársa. És most már nagyon sok témát érintettünk itt az előző szegmensekben, de egy picit szeretnék még beszélni az invazív fajokról. Ugye itt az év hala, a, főszereplőnk a lápi póc esetében is nagyon fontosak az invazív fajok, hiszen ahogy mondtad, az amurgéb nagyon komolyan veszélyezteti az állományt, a még meglévő állományt. És, de hát lehet tudni más invazív fajokról is, olyanokról, amiket akár, a, akár az 1950-es évek környékén telepítettek be, és aztán elterjedtek itthon, és olyanokról is, amik akár az utóbbi években például akvaristák által került a, a, a környezetbe. Hogy egy picit beszéljünk erről, hogy, hogy milyen inváziós fajok vannak, ezek milyen veszélyt jelentenek, és mondjuk mit tehetünk ellenük. Nagyon érdekes ez a, a felvetés, mert ha biológiai inváziókról beszélünk, akkor az ember ugye általában ugye a szárazföldi környezetben mozog, vízbe akkor megy, amikor mondjuk úszik, vagy, vagy búvárkodik aki olyan szerencsés, de az inváziós akát, sejemkoró, ez, ez jut mindig eszünkbe. Ugyanakkor a, a vizeink, mivel ennyire zavartak, tehát nagyon sok ember használja, nagyon sok ágazat próbál vele valamit kezdeni, ennek megfelelően nem veszük észre azokat az elképesztően drasztikus változásokat, amik a vizeinkben zajlanak, főleg a biológiai inváziók tekintetében, ami algátok kezdve egészen halakig jut, és a halaknál mondanék egy nagyon csúnya számot, ott tartunk a jelenlegi kutató kollégák, hogy a magyar halfon az nagyjából 200 faj fölött jár már, mindössze 65 ebből az őshonosnak tekinthető, és a 65-ből van egy olyan 15 faj, amit úgy mondjuk, hogy részlegesen előfordul, például az alpokból lesorodó gyöngyös fajok, vagy már kipusztulnak tekintjük mondjuk a vizát, vagy a nagyobb tokféléket. Tehát 50 faj környékével kell számolunk, versus nagyjából négyszer ennyi, ami, ami rátelepült ilyen-olyan formában, amit mondták, gazdasági célból hozták távol-keletről, vagy pedig spontán meg, mint az Amurgé, vagy a pontok gépfélék, amik a Dunát azt ellepik, és egyszerűen lehetetlen bent horgászni. Ugyanakkor ezek a fajok azért nagyon érdekesek, mert olyan folyamatokat indítanak el, ami az embernek a, a, a környezetét alakítják át. Tehát azzal, hogy egy amúr lerág egy, egy hínár azáltal, hogy visszaüríti a nitrogént, foszfot a vízbe, algavirágzás következik be, mi lesz? Vízminőség romlás, Nem tudsz benne úszni, mert mondjuk begyullad a szemet. Uh -huh. Egy zártabb, kisebb víztérben esetleg. Vagy pont, amit említettél, nagyon érdekes, az utóbbi pár, mondjuk az, hogy egy évtizedben olyan mennyiségű akvaristák áltak kedvelt halfaj kerül ki hazánk vizeibe, hogy senki nem gondolta volna, hogy ezek meg tudnak telepedni, és hévízen azok a fajok, amelyek szakirodalom szerint mondjuk 30 fok környéki a optimális klíma, meg közép amerikai eredetűek, azok észreveszik, hogy 10 fok környékén a hibernációba kijövő petével tele lévő erdei békát úgy szedi le a tündérózsáról, hogy csak na. És nézzünk, mint Rozi a moziban, hogy ez hogy lehet kutatóként, és, és, tényleg azt kell látnunk, hogy mi is tanuljuk a szakmát szó szerint, mert a természet bebizonyítja, hogy itt, itt azért leírhatok ti sok minden, de, de ezeket nagyon sokszor felül kell vizsgálni. Tehát tulajdonképpen még trópusi fajok is élnek Magyarországon ma jelenleg úgy, hogy évről évre áttelelve tehát ezt, ki lehet mondani? Ö, igen, és az az érdekessége, ez pontosan hévíz ez a példa, amit mondtam, ez a jaguás kontra a hirtöltő fauna, és pont amíg ezek a fajok nem jelentek meg, addig a lápi a hévízi csatorának nagyjából egy ilyen 300 méteres szakaszáig följött télen és ott volt benne. Most már ebben a hévízi elfolyóból a lápipoc eltűnt mert olyan potentes tagadozófajokat kapott, ami egy pillanat felszámolta a benne lévő állományt. Mindez azért, mert néhány akvarista úgy gondolta, hogy hát jó lesz ez a pár egyedott, mert hogy később vagy az ivalékát visszafogja, vagy nem volt szíve mondjuk úgy megválni tőle, hogy ez a halnak az életébe kerüljön, de elindított egy olyan ökológiai probléma halmazt, amit mind a mai napig kutatók, nemzetközi és hazai ö, intézetek együtt próbálnak megfejteni, mert egyszerűen nem látjuk a megoldását, hogy ez hogy lehet megfékezni. Ez egészen elképesztő amúgy. Tehát ö... ehem, benne se gondol az ember, hogy egy ilyen apróság ilyet tud okozni. Nagyon egyszerű, egy kollégám mondta, ö, akivel egyetemen együtt ö, a tanárom volt, botanikus, és ő azt mondta, hogy Aristotelis fogalmazta meg jól, hogyha egy csepp ö, bizonyos anyag belekerül egy hordóborba, az a hordóbor az már nem íható. Fordítva ez nem igaz. Tehát egy hordó bizonyos anyagba beleraksz pár csepp bort, akkor az sajnos szintén nem íható. Tehát több ezer egyetemistával, ö, gimnazista, általános iskolás, óvis gyerekhez járunk fejtágítást. Úgy mondjuk hogy miért kell az természettudományos tárgyakra jobban ráfeküdni, hogy megértsd azokat a folyamatokat, amik a környezetben egyáltalán az életednek a minőségét befolyásolják. De ha egy-kettő lökött van ebben a csoportban, aki csinál ilyen dolgokat, akkor az viszont egy kataklizmát képes elindítani. Lásd, Szentpétervári akvaristák 1912, 6-7 darab amurgéből mindult el. Mert hát akkor, ha jól értem, vagy hát nem, nehéz nem, nem kihallani, hogy tulajdonképpen, és nyilván ne bélyegezzük meg az akvaristákat, de hogy akkor Például ők tehetnének azért, vagy az ellen, hogy bizonyos invazív fajok megjelenjenek hazánkban, vagy hogy minél nagyobb számban, vagy minél több helyen jelenjenek meg. Nem szólt meg senkit, tehát nem igen. akartam itt a. Bocsánat, egyik nagyon jó a magyar akvarisztikai társaságnak, nagyon jobba vagyok a, a, a társaságnak a vezetőivel, és ők mondták azt, hogy külön kell az akvaristát, meg a hobbi állattartót. Az akvarista általában maximálisan tisztában van annak a, a, fajnak a biológiájával, szükségletével, ökológiai igényeivel. Van a hobbi állattartó, akinek kicsi, szép, jó, tetszik, megveszi. Igen, nem, csak nem gondol be, hogy mondjuk egy pár centiméteres vörös farkú harcsa fél év alatt 50 centiméterre megnő, és minden kezdik az akváriumba. És amikor eljut arra, hogy mondjuk a 34 literes akváriumot kinőtte, vagy megunta, mert hogy folyamatosan tisztítani kell a szülőt, akkor azt tudom mindenkinek javasolni, hogy a Facebookon, vagy bármilyen közösségi csoportban, pillanatok alatt fölveszik ezeket az egyedeket ingyen bérmentve. Tehát tényleg én is láttam azt, és én is fogadtam be egy teknősöket, rákokat, hogy az adott személy az külföldre ment dolgozni, vagy ösztöndi, aki ment külföldre, és akkor azt mondta, hogy egy fél év, egy év, mondom, hozzad teljesen jó. Különben kirakta volna a Városligetbe, vagy a Dunán elengedte volna, semmi eset eset tegyenek ilyeneket. Egyébként a törvény is tiltja. De akkor, hogyha jól értem, és vagy a szavaidból, akkor alapvetően legfontosabb, tényleg amivel tudunk védekezni a klímaváltozás és az azzal járó negatív hatásokkal, az edukáció és az ismeretterjesztés. Legyen szó akár az invazív fajokról, legyen szó akár a vízgazdálkodásunkról, hogy igenis a szakemberek megosztják egymással a tudásukat, és, és egyáltalán a fiatalabb generáció meg, Megértessük azt, hogy ezek fontos tudományok, és ezekkel foglalkoznunk kell, mert az egészséghez, az emberi élethez hozzátartozik a környezetünk. Ez maximálisan így van, és én azt látom, hogy általános iskola, vagy általános iskola ovi bölcsi től indul, és a legesleg fontosabb egyébként, hogy meglegyen az aluljövő építkezés, hogy ez később megmaradjon, hogy a szakmák közötti hmm. kooperáció és elfogadni négyes embernek a véleményét, lehet, hogy én nem értek vele egyet, de lehet, hogyha ha valaki hoz nekem friss, úgymond tudományos eredményeket alátámasztva, akkor elgondolkodok azon a több évtizedes belém rögzült dogmán, hogy azt lehet, hogy ide lenne mondjuk felővizsgálni. Mm. Legyen ez egy gyümölcs termesztőtől kezdve, egy hallgazdálkodási szakértő, vagy egyszerűen egy olyan személy, akinek a zsilipet kell néha fölemelni, vagy leengedni, vagy eldönteni, hogy a zsilip fel legyen emelve, vagy ne legyen felemelve. Ennyi. De... Ezt szerintem azért fontos, hogy elmondtad, mert, mert én is azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben, vagy az elmúlt évszázadokban, tehát a tudomány alapvetően mindig jó indulatból táplálkozott, csak akkor éppen ott állt és, és ahhoz adaptálódott. Most már nekünk van egy új helyzetünk, amivel igen, megint kezdenünk kell valamit, és, és megint újabb dolgokat kell megtanulnunk, és aztán válaszolnunk ezekre a, ezekre a szituációkra. A, a, azt, mondom, azt kell mondanom, hogy ami nagyon-nagyon fontos, és itt megint a szakmák közötti párbeszédről kell beszélni, pont a COVID esetén a Karikokatalin nyilatkozta azt, hogy a COVID előtt, ameddig be nem robbant ez az egész, és a különböző emelés alapú vakcináknak a, a kifejlesztése nem történt meg, akkor éves szinten 10-20 publikáció jelent meg az adott kutatási téma kapcsán. A COVID-nál előfordult, hogy óránként 10-20 az adott témával foglalkozó publikáció jelent meg. Tehát ami nagyon-nagyon fontos még, és itt ugye például mondjuk a magyar nyelv és irodalom, és az idegen nyelv tanítás kapcsán merül fel egy kérdés, ami később a környezetudatosságban exkalálódik, hogy az információk közötti szűrés, tehát a olvasni és érteni, tehát a nagyon-nagyon sok irodalom anyag elérhet az interneten, hiába mondjuk a Google tényleg valójában a világ legnagyobb egyeteme, de valójában az információ közötti szűrés az nagyon-nagyon fontos, és belelátni, hogy ez valójában releváns, vagy nem releváns, az én területem esetén használható, nem használható. Ebben kell nagyon-nagyon sokat segíteni. Egyébként én azt tudom mondani, még a, tényleg a szakmák közötti kooperációnál, hogy jó ez a könyvet ezt megírták, rendben, szép, de ennyien hivatkozzák, ennyien használják. Azt a könyvet ez írta meg, ezt tízszer annyian, és húszszor annyi projektnél alkalmazták kiindulás köpként. Inkább ezt használt. Hú, nagyon izgalmas volt szerintem a beszélgetésünk, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. per andást hallhattátok a matek kutatóját, és hát sok sikert kívánok a munkáthoz. És hát nagyon szépen köszönöm a Petőfi Rádió hallgatóinkat, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt a holnap után a grindex.hu műsora. Jövő héten újabb fenntartatósági témákkal érkezünk. Ha addig is szeretnétek ezekben a témákban olvasni, akkor menjetek fel a grindex.hu-ra, illetve kövessetek minket a social media felületeinken. Sziasztok!